Csütörtökön délután érkezett meg a Királyok és Szentek, az Árpádok kora kiállítás 25.000. Látogatója a Szent István Király Múzeumba. Emesét Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár köszöntötte. Körbejártuk az egész kiállítást, lenyűgöző szerintem az a sok minden, amit itt láthatunk. Ami nagyon megfogott nyilván a koronának a mása, az nagyon fontos, de rengeteg olyan dolgot láthattam itt, ami felkeltette az érdeklődésem, és biztos, hogy későbbiekben is gondolkozni fogok ezeken a dolgokon, vagy magammal viszem. Hoppál Péter a tárlat látogatása során elmondta, az Árpádház programnak köszönhetően újulhatott meg a rendház épülete, amely otthont ad a kiállításnak. Nem csak a székesfehérváriak számára élmény a tárlat, hiszen az ország minden területéről várja a látogatókat. Az Árpádház program nem önmagáért való, nem csak az identitást hivatott elmélyíteni, és önmagunk önbecsülésében egy emelkedettséget hivatott szolgálni, hanem valóban ahhoz is hozzá kell, hogy járuljon, hogy egy szélesebb kör, tehát a társadalom szélesebb körei, az iskolás gyerekek is, és az idősebb korosztály is jöjjenek el, és ismerkedjenek meg mindazzal, amit egy ilyen kiállítás üzen. Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője a közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a különleges kiállítás az egész város számára értéket jelent. Ez egy nagyon fontos kiállítás nekünk, fehérváriaknak. És nem csak ez adja a jelentőséget az adja, hogy olyan kiállítási tárgyak vannak itt most együtt, amik talán soha nem voltak, kiállításon biztosan nem, így együtt láthatóak, nem csak Magyarországról, hanem Vatikánból, Párizsból, Prágából is érkeztek az Árpád kort bemutató nagyon fontos kiállítási tárgyak. Varga Tamás hozzátette, a nagy érdeklődésre tekintettel szemben az eredeti tervekkel nem június közepéig, hanem nyár végéig látogatható a tárlat, amely eddig is számos érdeklődőt vonzott Székesfehérvárra. Ez egy nagyon nagy lehetőség magának a múzeumnak a felújítása azon belül, hogy ezt a történelmileg és különleges gyűjteményt így együtt Fehérvárról lehet látni, és ezzel tudtuk a megújult és bővített múzeumunkat nyitni. Én ezúton is szeretném megköszönni a Magyarság Kutató Intézetnek, a Nemzeti Múzeumnak és a Szent István Király Múzeumnak, valamennyi szakembernek, kollégának, aki segítséget nyújtotta a kiállítás megszervezésében, és a kormány irányába is köszönetet mondva mindegyik szervezőnek azért is, hogy ma be lehet jelenteni, hogy június közepén nem fog bezárni a kiállítás, hanem augusztus végéig látogatható lesz. A Királyok és Szentek kiállítás három intézmény, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szent István Király Múzeum és a Magyarság Kutató Intézet együttműködésében született meg. Mind a három intézménynek az volt a közös célja, hogy itt Székesfehérváron egy nagyszabású árpádkori és az árpádkori szentekhez kapcsolódó, uralkodókhoz kapcsolódó nagyszabású kiállítást szervezzünk. Szerintem az a novuma ennek, hogy nem valójában a honfoglalástól vagy a Szent Istvántól, hanem valójában már a Magyarság Kárpát-medencébe történő megtelepedésétől kezdődően indulnak a kiállítási tablók és tárlatok. Az unikális tárlat több mint 10 ország, közel 700 felbecsülhetetlen értékű árpádkori kincsét egy helyen mutatja be. 17 teremben több mint 40 magyar és 20 külföldi partnerintézmény által kölcsönadott tárgyak segítségével ismerhető meg az Árpádok kora. A SZEUZO kiállítás óta nem volt ilyen népszerű kiállítása az intézménynek. Gyakorlatilag, ugye azt már többször elmondtuk, hogy itt most olyan tárgyak láthatók, amik még soha nem voltak együtt láthatók, ugye itt az árpádházi uralkodókhoz köthető legjelesebb tárgyakról, kincsekről beszélünk, és nagy valószínűséggel ez a tárlat így egyben már nem is lesz látható. A kiállítás június 15-től megváltozott nyitvatartással várja a látogatókat a hét minden napján 10 és 19 óra között. Június 17-én, 20-án és 21-én azonban zárva lesz átrendezés miatt.